A látogató az egyik legnagyobb magyar író, Konrád György, nemzetközileg elismert, világirodalmi jelentőségű remek műve. Kevés olyan írót ismerek, aki a valóság ilyen mély, egyszerre filozófikus és lélektani mérétegeibe való láttatást ennyire fölényes, pazar nyelvi készséggel adja át. Az már csak habatortán, hogy Konrád élő megnyilatkozásaiban is hasonló igényességre volt képes, mégpedig improvizatív módon. A magyar nyelvtudásnak ez a káprázatos eleganciája, könnyed gazdagsága, páratlan leíró képessége teszi nagy klasszikussá a látogatót is. Kevés olyan mű létezik, amelynek cselekménye bár egy kisméretű lap harmadában is elfér, mégis ellenállhatatlanul készteti olvasóit a továbblapozásra. Ha a történésről azt mondtam, hogy pár mondatban összefoglalható, akkor azért ezt a pár mondatot hadd konkrétizáljam. A könyv egy gyámhatósági felügyelő mindennapjairól szól, a létező szocializmus fokozhatatlanul fantáziátlan, bürokrácia börtön uralta hétköznapiságában. A példátlan részletgazdagsággal elénk tárt mikrodrámák sorából egyszer csak kiemelkedik egy, a többihez képest is fájdalmasan kegyetlen sors. Egy durván antiszociális, fogyatékkal élő kisfiú magára marad, miután szülei öngyilkosságot követnek el. A gyámhatósági felügyelő ekkor kafkai abszurditású döntésre szánja el magát, gondjaiba veszi a gyermeket, amely foglalatosság számára is tudottan egész emberes feladat. A kíméletlenül leszabályozott betonszürke kádárvilág egyhangúságában ténykedő közhivatalnok számára ez a vállalás katartikus. Minden mást fel kell adnia e hasznot nem ígérő küldetéshez. A főszereplő, kinek karaktere önéletrajzi ihletettségű, Konrád 60-as évekbeli foglalkozásából ered. Az író Berettyó Újfalu egyedüli zsidó holokauszt túlélő családjának sarja nem csak a régi, hanem az új rezsim üldözöttje is volt. Mégpedig mindvégig és végtelenül önazonosan. Egyedülálló életműve és emberi tartása sosem engedte beilleszkedni igazából még a szabadabb világok bármelyik más hamiskás rendszerébe sem. A látogató főhősének szűkre szabott egytónusú életvitele pregnáns ellentétet képez az általa látott és láttatott képsorok mikrorealisztikus részletességű leírásával. A létező szocializmus perspektívátlan embergyára minden volt, csak nem a kreativitás ösztönzője. Ezért ül diadalt, morózus, arctalan, kibelezett világa fölött az a virtuóz prezentációs képesség, amivel a főhős, vagyis valójában Konrád elénk tárja a dolgokat. A látogató magnetikus olvasmány, amely minden lapján többször is bizonyítja, hogy nincs az a sötét diktatúra, nincs az a bornírt rendszer, amely az elhivatott és különleges képességű embereket le tudná korlátozni. Ellenkezőleg. Az elfolytó légkör megsokszorozza azok képességeit, akik nem hajlandók a szabadság elvonó struktúrák, jogtipró zsarnokság kényszermechanizmusai előtt az önfeladásra. Mindezek fényében személyesen számomra az évtizedek távlatából különösen felértékelődik, hogy első könyvem a kötetlen kötet egymondatos ajánlóját Konrád György jegyezte.